Tudni kell, hogy a trollkodás az nem csak egy-egy kis fűszerít, egy-egy kis csenés ott, hanem akkor azt oda kell rakni. Én a bátor trollokat szeretem. Én a trollal vagyok, hát az a legnagyobb buli. Hát most jó étet csinálni, persze, szuper, meg nagyon örülünk neki, de hát leginkább az a buli ezt tönkretenni, megtrollkodni, és én azt szeretem a legjobban, amikor nem buktatjuk le a trollt. Egyértelműen a versenyzőkkel vagyok, én mindig a csapatnak drukkolok, a szívem is mindig oda húz. Néha azért bevallom, hogy a trollnak nagyon könnyű dolga van, mert elég csak hátralépni egyet, és hagyni a dolgokat a maguk medrében folyni. De amikor egy zseniális trollt találsz magadnak, és akkor vele együtt tudsz szurkolni, hogy ez is sikerült, még több pénz van a kasszában, és a végén nem buktatják le, és ő viszi a lóvét, hát az, én ilyen romlott lelkű férfi vagyok, én ezt imádom. Troll a konyhában. Új kulináris krimi szeptember 26-ától a Viaszat 3-on.